több oldalú megállapodást kötöttek a Dél-Dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna, a Baranya megyei önkormányzat, a kamarák, a Pécsi önkormányzat és a Pécsi Egyetem részvételével pénteken. Gazdasági és politikai értelemben is széles az együttműködők köre, de ez nem akadályozhatja a térség fejlődését, mondja a kormánybiztos. A politika az forgandó, de az csak az egyik szelete a mi együttélésünknek. Meg kell találni azokat az együttműködési formákat, amelyek a politikával együtt, meg attól függetlenül is a előrelépést segítik, hogy az pedig, hogy milyen tartalommal lehet megtölteni ezt a megállapodást, mint ahogy említettem az aláíráskor is, az elmúlt évtizedekben többször megírogászkodtunk valami hasonlónak. Én azt gondolom, hogy tanultunk azokból a hibákból. Most az aláírók munkája együttműködése dönti majd el, hogy eléri a célját a megállapodás, mondja Mikes Éva. A megyei iparkamara a helyi vállalkozások cégek versenyképességének növelését reméli az együttműködéstől. Ha azt akarjuk, hogy a gazdaság versenyképes legyen, ezen belül versenyképes vállalkozások, akkor a közszférának olyan kereteket kell megalkotnia, amelyben ez megoldható. Tehát ez a megállapodás azt célozza, hogy az erőforrásainkat, tudásunkat egyesítsük, koordináljuk, és ezt a keretrendszert meg tudjuk teremteni. A megállapodás nyitott, újabb önkormányzatok kapcsolódhatnak hozzá. A megyei elnök azt mondja, az összefogással hatékonyabban tud fejlődni, felzárkózni Baranya. A megyének a 3 évtizedes lemaradása, amely a megye bezártságából adódott, az jelentősen tud csökkenni. Ehhez kellenek nagy infrastrukturális fejlesztések, további közúti fejlesztések, reményeink szerint majd vasúti fejlesztések is, Mohácson már zajlik a kikötő fejlesztés, tehát nagy infrastrukturális fejlesztések, és ezek csak együttműködve, a különböző nagy szereplők különböző gondolatait összehangolva tudnak megvalósulni. A régió fejlődésének szellemi hátterét adhatja az egyetem, mondta az intézményt működtető alapítvány elnöke. Tudja azt a szellemi hátteret biztosítani, ami fontos egy komoly fejlődéshez, fejlesztéshez, és a modellváltással maga az egyetem is egy olyan fejlesztési lehetőséghez jut, amivel a város és a régió fejlesztését is tudja szolgálni. A megállapodás a Dél-Dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna, vagyis Baranya Somogy-Tolna megye gazdasági helyzetének javítását célozta meg. Így a jövőben várják a másik két megyéből is azokat a szervezeteket, döntéshozókat, akik csatlakoznak a közös célhoz.